Megint elmegyünk bonyhátra egy kicsit a Katival. Veszünk ezt a cicáknak kell kaja. Nekem. Hát az az igazság, hogy szerintem. Ezt nem fogom tudni most kivitelezni, de a pecsételőmet meg kellene csináltatnom, viszont szerintem nem lesz most az nyitva a papírírószer ebben a két hétben, de mindegy, ha már ott vagyok, akkor elviszem, nehogy véletlen nyitva legyen. Fölvettem az új hosszú kis ingecskémet. Hát nem tudom megmutatni. Az új táskámmal. És képzeljétek el, tegnap végül is megrendeltem a cipőt. Megmutatom. Deichmannba rendeltem. Most már egyforma mindenhol a szőnyeg. Szőnyeg függőny. Szerintem amúgy nem látszik, de mindegy. Na, szóval megrendeltem, mert hát ez van, de ezt is úgy örököltem meg. Hát most már azért hadd vegyek már magamnak egy izé normális cipőt, Móni. Jézusom, itt mi történt? Nem gyenge szőrzetem. Mi a franc? Vaddisznó. Jól nem támadott meg a kis köcök. Vagy milyen állat az? Ja, úgyhogy elhoztam a pecsételőmet, a virág most át fogja venni valószínűleg a csomagomat, mert pont nem leszek itthon. Ennyit tudok most jelen pillanatban, úgyhogy én most megyek a Kati elé. És én csak utas leszek. Ő fog vezetni, remélem mozog, mert megfagyok. Rendeltem kabátot magamnak, egy ilyen átmenetit. Nem tudom, én nem szeretek rendelni, mert ez a méret dolog ez. Hoztam két nadrágot. Ebbe, amit én hordok, ebbe olyan számban írva, hogy európai 40-es. A barátnőmnek felpróbáltattam vele, kicsit nagy volt neki, de nem nagyon. És mondom, akkor neked 38-as kell. Nem veszek akkor annyival kisebb, közben egy kicsit sétálok, nem akarok itt állni, mikor megfagyok. Itt a kocsma. Alig várom, hogy nyár legyen és kinyisson, mert rühellem, hogy semmi társasági élet nincs. Na, hol tartottam? És a 38-as, megvettem 40-eset magamnak, azt bemutattam a tegnapi videóba. Levittem hozzá a farmereket, hogy próbálja meg, hát ha valamelyik jó. A 38-as jó volt rá, a 40-es meg nem. Hát rám sem volt jó a 40-es. Úgyhogy ezek érdekes méretezések, mert ez meg az, és ugyanott vettem. Úgyhogy mindegy, ez van. Katalin, gyere már! Iszom a karamelt, hogy szakadjon fel a köhögés. Öcsém, még kell ganyit hagyni? Nem hiszem el. Na jöjjél már! Na ott van-e? A Suzuki-va. Már körbe érek, mire ide ér. Olyan lassú, mint a csiga.
Jaj, bazd, nem is úgy van ennek a fogantyúja, hello! Úgy kerestem, mint a tiedet meg az enyémet. Hú, de hideg van! Nem tudom becsukni. Persze, dolgozni kell, akinek karantén van. Akkor ez mit magyaráz a te autódról? Hát itt nagyobb kupi van, mint nálad. Meg nálam. Azt mondja, hogy izé. Vagy nézi a videókat? Nem. Azért. Akkor nem mondok semmit. Na, úgyhogy most megyünk. Ja, amúgy a Kati fog orvoshoz megy, azt nem mondtam. Mi gyökérzetkezelés lesz? Nem mennék szülni benne. Na, azt én azért nem. Sem a szülés miatt, sem az utóhatások miatt, mert én jajjaj. Nem szép múltétre mész, mondom, de nekem ezt egy fogjátok. Jó, hát szar. De ugye, én meg róla álmodtam. Én meg a Viktorról. Tényleg? De durva. Hogy az apja négy kézlap ment a vége régi lakásukba, bazd meg, a kisgyerekkel ott játszottam. Azt tudod. Én nem tudom, hogy az Andiról mit álmodtam, de rengeteg sok mindent. Egér is volt benne, öreg anyám taposott rá egy egérre. Hát, borzasztó. Eltört a gerince, aztán mégse. Azt álmodtad? Igen. Mármint az egérnek. Ja, de aztán... tudom az Andinak. Nem, kidobtam a... arrébb dobtam az egeret, azt elfutott. Úgyhogy... a gerince. Ja, meggyógyult. Amar. Ez az izé Kaiser Zorán volt. Szóval érted? Szerintem az volt. Csomag, utánvétel, kézbesítve, most jön meg a cipőm, képzeld, de tegnap megrendeltem, és máma itt is van. Ja. Ez alatt a híd alatt mindig úgy akarok átmenni, hogy pont fölöttem jöjjön el akkora vonat, és még sosem nem sikerült, azt itt lakok már hány száz éve. Jaj. Na, beértünk Bonyhádra. Kell a maszk. Nyitva van amúgy ez a... izé. Ahol a nyomdámat, vagy pecsételőmet kell megcsináljam. Mert ugye a vállalkozáshoz kell pecsét. Csak... nekem még a régi volt. És most olyat akartam, ugye, ami az eredeti címemre van. Meg az eredeti nevemmel. Ami nem az eredeti, hanem amit most használok. Mert eddig Herger téma volt. Amúgy nem tudom, hogy lehet-e hallani, hogy mit beszélek ebbe a hülye maszkba. Na, úgyhogy most... bemegyek, lerakom, mert itt azért járnak emberek, és nem tudom úgy tartani, hogy nehogy be valaki bele ne fusson a helyzetbe. Na, meg is vagyok. 2500-400 forint volt. Ugye nekem megvan ez a régi nyomdám, vagy pecsételőm. Csak gumit kellett beletetessek. Persze már rá akart beszélni, hogy hát ezt nem is tudják ők megcsinálni. Meg ehhez még izét se lehet kapni. Ilyen tinta párnát vagy. Nem mondom, nem is kell, mert nekem van hozzá tintám. Azt a szivacsot én meg szoktam locsolni, és akkor mondom, mert hát azért az új az jobb. Mondom, én itt csináltattam egy újat. Az... ezt se lehet olvasni a nevemet, meg ilyenek. Azt mondja, hát mert melyiket vettem? Mutatom, hogy ezt. Azt mondja, hát az kínai, az azért olyan rossz. Mondom neki, ez a régi meg nem kínai. Úgyhogy, hát akkor azért a gumit megcsinálja. Ja, mondom, de érdekes.
inkább kompletten csinálnám meg 10 000-ért. Meg az édesanyukádat azt. Úgyhogy ennyi. Péntekre lesz kész. Pénteken kell visszajönnöm érte. Most vagy az lesz, hogy visszajövök, vagy az lesz, hogy majd Krisztián szépen bejön érte. Mert ő úgyis itt van Bonyhádon. Most azért nem akarnék egy ilyen nyomda izéért bemászkálni. Úgyhogy ennyi. Most visszasétálok a kocsihoz. Aztán meglátjuk, hogy Katit mennyire kínozzák meg. Remélem azért nem kell sokat várjon. Meg ezáltal nekem se. Úgyhogy most ez van, égigérő fenyőfa. Na, egyszer ennyi, majd jelentkezek még. Ibolya. De régen láttam. Riasztó madár. Nyomjad. Na képzeljétek el, hogy én meg közben leugrottam az Aldiba, mert amúgy a Lidlbe akartam menni, de jó, hogy ide jöttem, mert ez egy 135 darabos járkapszula, ez most valami nagyon akciós, és vettem egy ilyen Lenor öblítőszettet, vagy hogy mondjam, ez 1 literes, ez meg 850, azt hiszem, és ez így 1000 forint volt. Ez az öblítő, és orchidea, hát imádom a orchideát, és ez meg 5800 forint volt, ez a 135 darabos kapszula mosogatógépbe. Nekem, én gyorsan ránéztem a neten, hogy mit mutatnak online, és a 125 darabos volt 5800 vagy 5900 forint. Na, amúgy vettem, ezt ki akarom próbálni, mert azt hallottam, Virág ugye laktózérzékeny, és ez ilyen mandulattej. Azt mondták, hogy aki a marcipánt szereti, az rossz ember nem lehet. Annak biztos, hogy nagyon fog ízleni, úgyhogy vettem ebből neki 2. Hát nem olcsó. 899 forintról volt, azt hiszem 600 forintra leárazva az 1 liter. Úgyhogy vettem mézet, akácmézet, 1/2 kilós, az volt 2000 forint. Hát házi termelőtől kellene venni, de most nem onnan tudtam. Úgyhogy már lehet, hogy otthon megmutogatom, vagyis most visszamegyek a fogorvoshoz. Mert a Kati most már lassan-lassan végez, és lehet, hogy majd ott kipakolok. Csak most innen egyszer menjek föl, hogy ne kelljen rám várnia. Mert jó lenne itt feltölteni, mégis gyorsabban megy, de ez, elvetem ezt az ötletet, mert az a baj, hogy megint merülök. Úgyhogy ez majd otthon. Otthon kipakolok, akkor megnézzük, miket vettem, és akkor ennyi. Nagyon sietnem kell, mert 8%-on vagyok. Na! Azt mondja, hogy ez egy kisebb szatyor, és gyorsabban meg tudom mutatni. Christophernek vettem ilyen kukacot, ez sós. Ezt a mézet vettem, ezt a 1/2 kilós akácmézet 2000 forintért. De kellett tényleg. Akkor ezt a sajtos ízű popcornt vettem 250 forintért. Ó, ez az Aldi egyébként, csak az a baj, majd mindjárt elmondom. Ezt a baromfi párizsit zöldséges, én meg sajtost akartam. Jó, mindegy. 350 forint volt. Az a baj, megmondom, a Aldi, tehát tök jó az Aldi, de egy csomó mindent, amit megszoktam, meg szeretek, azt szeretem a Lidlbe megvenni. És akkor az embernek azért ez egy tortúra, mire ott végigmész. Pepco, DM, akkor menjél be az Aldiba is, mert azért tök jó cuccok vannak, tök jó áron. Na ugye ebből vettem 2, és akkor még
a Lidlibe, ahol Lidlbe, ahol szeret. Na, ezt kíváncsi vagyok, hogy Virág mit mond ízlik-e neki. Vettem egy Heinz ketchupot, meg egy Heinz majonészt. Én ezeket szeretem 600 forint, de nagyon szeretem. Akkor egy sajtos ízű kukacot vettem. Biobanánt vettem, mert olcsóbb volt. Nem hazudok. Nem volt olcsóbb, hanem zöld volt a sima banán. Az 479 volt, ez meg 600 forint, de mondom, nem érdekel. Akkor inkább az ember megveszem 480 ér, azt kidobom, mint hogy akkor 100 valamennyibe többet adjak ki érte, és akkor Bekinek vettem egy omlós, darabos, szószos kajcsit. Akkor Krisztófernek egy darab bébi étet 8 hónapos kortot, de mondom, legyen otthon ilyen ízé, vegyes zöldség sonkával, ez az egy választék volt. Akkor vettem egy citromos gyömbérteját, fogalmam nincs. Ú, de jó illata van, mennyibe került. Akkor ebből vettem kettőt, most nem veszem ki mind a kettőt, ez ilyen magnézium pezsgő tabletta. Akkor édesség, ez ilyen édes, mint a fagyinak az édes töltsére, vagy olyan, vagy amit oda beleszúrnak. Ez meg vajas keksz, ha jön valaki, akkor az ember kávéhoz tudja kínálni. Vettem egy ilyet, 10 darab van benne, 750 forint volt, azt hiszem. Igen. Akkor ezt is egy ilyen vendégváros. De ha megkívánjuk, akkor természetesen fogyasztjuk. Ez ilyen mézes tiszedlis cucc. Akkor a cicóknak vettem 3 ilyen konzervet, ezt se veszem ki. Topix. Nekem visszafele van. Vettem egy ilyen toast kenyeret. Meg ezt vettem magamnak. Ez finom volt, Müller Cecília. Ez banános ízű. Úgyhogy ezeket vettem. Na meg a szatyrot. Úgyhogy szerintem most melegszem. Mondjuk sajtot vettem volna. Bolonnő. Mindjárt vissza meg a Lidlibe. Kati úgyis ki tudja, meddig izél fogászkodik. Mert vajat is elfelejtettem, mert hát lehet visszamegyek. Na, közben a Kati is megérkezett, úgyhogy végeztünk mára. Már nem megyünk sehova. Most amúgy itt van, csak nincs itt, mert most elment ide a kórházhoz megkérdezni az egyik barátnőnknek az eredményét. Úgyhogy mindjárt indulunk haza. Otthon lesz a feltöltés. Nem tudom, meddig tart. De most már mindegy is. Olyan jó ez a táskadózni. Szeretem ezeket a táskálókat. Na, úgyhogy éljetek, ahogy tudtok. És maszkot húzzatok az utcán. Mindig kell maszk. Mert ez nagyon sok mindentől megvéd. Leginkább a friss levegővételtől. Arrivederci amore. Oh.